Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Végső Valóság című könyvet. Valószínű, hogy aki nem, aznak a számára itt most komoly meglepetések lesznek. A helyzet az, hogy mindannyian kapunk a kezünkbe egyfajta térképet már az iskolában, egyfajta világképet, és ennek a világképnek az alapján próbáljuk meg eligazítani az életünket, tehát ugye ezek a sarokkövek, ami szerint aztán megpróbálunk berendezkedni. Világképpel minden társadalom, minden koron rendelkezett. Ugye, ma már mosolygunk azokon, akik úgy gondolták, hogy a Földet négy elefánt tartja, amit egy teknősbékának békának a hátán állnak, és a földrengések annak tulajdoníthatók, hogy az elefántok lába néha elzsibad és mocorognak de biztos, hogy ha visszanézünk az elmúlt korokra, korszakokra, akkor mindig volt világkép, de ez a világkép mindig valamilyen szinten szakrális világkép volt, mindig Istenhez, teremtéshez kötődő, halál utáni élethez kötődő világkép volt, és az emberek bizonyos örök törvény, vagy örök rend szempontja szerint próbálták az életüket berendezni, és a szerint eligazodni. A szakrális társadalmak helyét viszont egy idő óta felváltották, vagy átvették azok, akik tudományosan gondolkodnak, akik materialista módon gondolkodnak és ez szépen beszivárgott a tananyagba, tulajdonképpen ezt az új térképet kapjuk a kezünkbe, amelynek az elemei elég jól ismertek, ugye kezdődött minden azzal, hogy majdnem semmiből lett valami, tehát egy ősrobbanással, aztán a fizika törvénye szerint kialakultak a galaxisok, aztán a Földön ugye nagyon kedvező körülmények között véletlenszerűen és terv nélkül megjelent az élet, kellett neki 4,5 milliárd év ahhoz, hogy eljusson a homo sapiensig, aztán feltételezés az, hogy a gondolatoknak és az érzelmeknek a forrása az agyban keresendő, az emlékeket az agy az élet a születéssel kezdődik és a halállal véget ér. Tehát nagyjából ez az, amit a gyerek kezébe kap, és azt mondják neki, hogy na az életed egyszer és megismételhetetlen. Tudod, gyermekem itt alkalmazkodásról és harcról van szó, aki jobban alkalmazkodik, az fennmarad aki erősebb megmarad, kiszorítja a gyengét, ugye az erősebb kutya jól szórakozik, a gyengébb kutya nem kerül a közelébe, és e, amit meg tud szerezni ez alatt a röpke pár 50-60-70 év alatt az a tied, a többit pedig felejtsd el. Na azután megpróbáljuk neki azt mondani, hogy ne öld meg a másikat, ne kínoszd, ne rabold ki, ne lopd el a, a javait, de miért is ne? De miért is ne tenném, hogyha nekem ez a világképem és ez a térképem, és hogyha ez így igaz? Hát a helyzet az, hogy a kutatási eredmények, a fizika törvényei, a logika és a személyes tapasztalatok ezt a materialista világképet pontról pontra cáfolják. Tehát ennél tudománytalanabb világkép nem létezik a világon, mint amivel most a gyerekeinket és magunkat tápláljuk. És hogyha megnézzük, hogy milyen kutatási eredmények cáfolják, a materialista világképet, hát 2011-ben Fizika Nobel-díjat kapott két csoport azért, mert megállapították, hogy az univerzumnak 96%-a láthatatlan tömeg és sötét energia, és amit mi anyagnak tekintünk, az össze-vissza 4-es százalék. Tehát eleve, ugye 4 százalékból levonni az egészre vonatkoztatva valamiféle következtetést, az már eh, nagy... Eh, hazardírozás. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy ez a 4% anyagi világ tulajdonképpen micsoda és hogy működik, itt a másik sorozat meglepetés következik, mert azt tudjuk, hogy az anyagnak nevezett rész bizonyos kísérletekben valóban anyagi tulajdonságokat mutat, más esetekben hullám természete van. És amit a fizikusok megállapítottak, hogy elektron, proton, neutron, ezek tulajdonképpen álló hullám jellegű rezgések. Na de, ugye álló hullám az nem egy bonyolult dolog, hogy ha falhoz kötök egy gumikötelet és elkezdem rángatni az egyik végét, akkor előbb-utóbb látok egy ilyen mintát. Nyilván minden pontja mozog, de optikailag úgy tűnik, hogy bizonyos pontok fixek, és ezért nevezik ezt a hullámformát álló hullámnak. Hát feltételezték, hogy tehát ilyen hullámok alakulnak ki egy hegedűhúron, Ilyen hullámok alakulhatnak ki egy dobmembrányán, hogyha azt ütemesen verjük, és ezért is feltételezték, hogy hát ha minden kísérlet eredmény azt mondja, hogy az elektron álló hullám, akkor valószínű, hogy az elektronnak valami ilyesmi keringési pályája van. Hát aztán kiderült, hogy nem, mert az elektron egy térben lüktető valami, egy, egy, egy nagyon érdekes hullámforma, és Schrödingernek az egyenletei alapján kiderült, hogy a hidrogén atom egyetlen elektronja ilyen formákat vehet fel. Hát akkor már Schrödinger nagyon gyanakodott, hogy nincs itt semmiféle, ami kering, mert ugyan mi a csuda tud így keringeni, vagy mi a csuda tud így keringeni, tehát itt eleve bizonytalanná vált a dolog, mellesleg azt a legkisebb anyagi részecskét, amiből az egész univerzum anyagi világ felépülne, soha sehol senki nem találta meg, és nem is fogja megtalálni, mert nincs. Csak elektromágneses hullámok vannak, viszont mégis anyagot érzünk. Miért érzünk mégis anyagot, hogyha elektromágneses hullámokból áll el az egész? Hát ezért 1945-ben Wolfgang Paulinak Nobel-díjat adtak, azt mondja, hogy a kizárási elv, hogyha van egy atomon belül egy bizonyos fajta elektron, mondjuk egy ilyen formájú, akkor egy más, bármilyen másik formájút bele lehet préselni. De ha már van egy olyan elektron az atomba, és még egy ugyanolyat szeretnénk belepréselni, egyik a másikhoz képest, ugye egyik a másikat kizárja, tehát anyagérzetet ad. Na most ebben a csupa hullámokból álló világban, hogyha van egy szénatom az ujjamban, aminek van egy olyan elektronja, mint annak a szénatomnak, amelyik ebben az asztalban van, bár is ugye kizárási jelv alapján én anyagot fogok érezni, miközben anyag, mint olyan nincs, csak elektromágneses hullámok és rezgések vannak. Ennek a kísérletnek az eredményét szerintem még nem értékelték ki e, teljes mértékben. Na most e, van itt egy kis probléma ezekkel a hullámokkal, mert hogy ami folyamatosan rezeg és mozog, azt valami mozgatja, tehát nem létezik olyan hullám, aminek ne lenne forrása. Kérdés, hogy hol van az az energia, ami az univerzumnak ezt a 4%-át, amit mi anyagi világnak tekintünk, folyamatosan mozgásban tartja. Hát nyilván, hogy amit ma sötét energiának és láthatatlan tömegnek neveznek, az a 96%- annak kell fenntartania ezt a 4%-ot, tehát egy sokkal magasabb energiaszintnek kell fenntartania az alacsonyabbat. Képzeljük el, hogy a száz év fizikájának nem sikerült megállítani egyetlen szabad elektront. Tehát valami iszonyú energia van a háta mögött, ami ezt a rezgést folyamatosan fenntartja. De hát ugye ezt nem találjuk az anyagi világban. Tehát itt van a periódusos rendszer, amit a periódusos rendszerben lévő anyagok külön-külön vagy együtt bármilyen kombinációban ki tudnak bocsájtani, az szépen benne van az elektromágneses spektrumnak ebben a kék részében. Ami azt jelenti, hogy egy rádióhullám, radar, fény, röntgensugárzás, ami az elektronokból jön, gamma sugárzás, ami az atommagokból jön, és kész. Ezt tudja az anyagi világ kibocsájtani. Van itt még valami, egy lila szakasz, ez a kozmikus sugárzás. Ezzel az a helyzet, hogy ez olyan magas rezgésszám, szám, olyan magas energiaszint, hogy ezt semmiféle földi anyag, semmilyen kombinációban kibocsájtani nem tudja. Nyilván, ami ezt az egész anyagi világot fenntartja, ezt a sok proton, neutron, elektront, ennek a rezgését, annak magasabb szinten kell léteznie, mert a magasabb fent tudja tartani az alacsonyat, az alacsony nem tudja fenntartani, vagy létrehozni a magasat. Egyszerű példa, ha én fából építek egy hegedűt és fényből, és azután a hegedű kiad egy nagyon alacsony frekvenciát, egy hangfrekvenciát, de magasabb szint fent tudja tartani az alacsonyabbat. De Hiába várok arra, hogy bármelyik szép dallam, majd nekem szépen hegedűt fog építeni. Tehát alulról felfele nem működik a dolog. Nyilván, hogy ezt is valaminek felülről fent kell tartani a magasabb energiaszintről, és hát tulajdonképpen a 2011-es Nobel-díj, fizika Nobel-díj ezt kezdi sejtetni. Um, Úgyhogy ami anyagi világot fenntartó és mozgató erő van, az mindenképpen a kozmikus sugárzás feletti tartományban keresendő. De azt is lehet mondani, hogy ha minden protonnak, elektronnak, neutronnak van egy magasabb megfelelője, ami őt fenntartja, akkor elképzelhetjük úgy ezt az anyagi világot, mint a zenében egy oktávot. És nem több. Tehát ez egy oktáv. Kicsik úgy a tarka, lejátszom egy oktávon belül, köszönöm szépen, jól vagyok. Feljebb megyek egy oktávval, Kicsit másképp szól, de felismerhető. De mi van akkor, hogyha feljebb megyek több oktával, és eljutok az ultrahangok tartományába, és nem hallom a kicsi kutyatarkát. Van-e ott kicsi kutyatarka az ultrahangok tartományába? Csak azért, mert nem hallom. Hát hogy ne volna? A denevér az meg az ő füle arra van beállítva, ő hallja. Tehát azok az összefüggések, hangok közötti összefüggések, és viszonyok megmaradnak akkor is, hogyha az én fülem azt nem érzékeli, tehát nem kell csodálkozni azon, hogy itt körülöttünk és bennünk olyan rezgések vannak, amit a fizikai érzékszervekkel nem tudunk érzékelni, de attól azoknak még létezniük kell. Tehát az egész anyagi világnak meg kell törvényszerűen ismétlődni a magasabb energiaszinten. E, nekünk aztán azt tanítják, hogy az élet véletlenszerűen jött létre az anyagból és aztán magától ugye fejlődésnek indult ez a szép evolúciós elmélet. Hát ez több sebből vérzik, az egyik az, hogy egyetlen élő sejtnek annyi alkatrésze van, mint egy Boeing 747-es repülőgépnek, és annak a valószínűsége, hogy ez úgy véletlenül összeálljon, az nagyjából annyi, mint hogyha ilyen Boeing 747-es alkatrészek szétlennének szorva egy ronstelepen, és arra számítanánk, hogy majd csak jön egy hurikán, amelyik összerakja. Tehát erre a valószínűségre épül az egész evolúciós elmélet. Aztán vannak ugye újabb kutatási eredmények, most már kezdik vitatni, hogy hát lehetséges-e egyáltalán, hiszen vannak a világon úgynevezett tovább már nem egyszerűsíthető szerkezetek, hogyha ennek az egérfogónak bármelyik elemét onnan kiveszem, ez többet nem fog egeret. Ugye a sajt az ingyen van, azt az egér is tudja, de akár melyik elemét, ezt az öt elemet, hogyha bármelyiket kiveszem, akkor ez nem egérfogó többet. Ennél egyszerűbbet nem lehet csinálni. Igen ám, de kiderült, hogy van egy tovább már nem egyszerűsíthető szerkezet az E. Coli baktériumban, ostoros egysejtűeknek a családjában, ahol az ostort egy beépített villanymotor hajtja. Beépített villanymotor, nem vicc, mikrobiológiai villanymotor, aminek rotorja, záró zárómembrányai tengelye, csapágya, könyöke ostora van, vezérlése is van, mert százezer fordulattal képes forgatni a baktérium ezt a ostort egy bizonyos irányba, negyed fordulat alatt meg tudja állítani, és el tudja indítani százezer fordulattal percenként a másik irányba. Hoppá! Hogy áll össze véletlenül evolúció útján egy villanymotor, aminek rotorja, sztátorra, csapágya, tengelye, könyöke van, mert azt mondom, hogy jó, összesodródnak ezek az elemek, és létrejön véletlenül egy státor, csak úgy véletlenül, aztán mi történik? Vár a baktérium 30 millió évet, amíg jön hozzá a rotor? Vagy mi lesz? Hát az első öt percben életképtelen, mert, mert nem tud ö, ö, mozogni, nem tudja biztosítani az ostorral az életét. Na, nyilvánvaló, hogy ahol, ahol ilyen szintű ö, terv van, ott azért fel lehet tételezni a tervezőt is a háttérben. Aztán itt van a 2009-es orvos élettani Nobel-díj, ez az evolúció elméletének a logikai bukfence, mert Dr. Elizabeth Blackburn, aki ezt kapta, megállapította, hogy a meditáció a megváltozott tudatállapot befolyásolja a sejtosztódást. Ezt a békát az egész orvostudomány simán lenyelte, és nem gondolkoztak el rajta, hogy ez a Nobel-díj az evolúció elméletének a Münchhausen bárója, mert ha mi elfogadjuk azt, hogy anyagból jön létre a gondolat, aztán a gondolat visszahat és megváltoztatja azt az anyagot, ami őt létrehozta, ez logikailag Münchhausen páró esete, aki kihúzta saját magát a mocsárból lovastul a saját hajánál fogva. Na, aztán ugye, ami nem fér bele az evolúciós elméletbe, arról csend van, arról nem nagyon beszélnek, tehát óriások csontvázait találták meg, elég nagy számban, múzeumokban is ki vannak állítva, a Biblia ugyanírja, hogy az Istenek fiai lejöttek, és gyermekeket nemzettek a Föld asszonyaival, és ebből óriások születtek, de hát ugye ez nem illik be ebbe a csacsi evolúciós elméletbe, akkor erről csend, csend van. E, aztán azt tanítják, hogy a Földön korábban nem létezett műszakilag fejlett civilizáció. De hát ugye majom leszállt a fáról, aztán egy idő után e, halászott, vadászott, megonta, és elkezdett... E, mezőgazdasággal foglalkozni, mezopotámiában valahol, és szép lassan kialakult nekünk ez a csodálatos kultúránk. De nem fér bele az, hogy Dél-Amerikában találtak ilyen aranytárgyakat, ugye felülnézetben, oldalnézetben, ez a Smithsonian Institute-ban ki van állítva többek között, és az van ráírva, hogy ez egy stilizált bogár a kimbája kultúrából, Antiókia megyéből. Most ugye ennek a stilizált bogárnak van egy függőleges vezérsíkja, aztán ül benne két pilóta, itt van a feje, karja, törzse, combja, felülről látszik, hogy ketten vannak benne, és delta szárnya van, a delta szárnya az a hangsebességnél nagyobb sebességekhez szükséges, és azt mondják, hogy ezek legkevesebb ezer évesek, Bogotában, páncélteremben, páncélszekrényben őrzik a többi ilyen bogarat, és többi ilyen stilizált bogarat, és ezt akarják velünk elhitetni, hogy hát ezek tulajdonképpen semmi közük a repülőgépekhez. Aki ezeket készítette, az kapcsolatban állt ilyesmivel. Még korábban is lehetett találni ilyet. Egyiptomban, Szakarában 89-ben találtak egy olyasmi dolgot, amire felírták, hogy, hogy ez egy stilizált madár, vagy madár szimbólum. Aztán mérnökök megvizsgálták, és kiderült, hogy bizony ez egy repülőgépnek a maketje, ami a szimuláció alapján a saját súlyának a négyszeresét képes elhordozni, és minden aerodinamikai feltételnek megfelel. Erre Zahi Havász, a fő egyiptológus gyorsan levitette a Kairó Múzeum pincéjébe, és a Kairó Múzeum pincéje arról híres nevezetes, hogy oda egyiptológus nem engednek be. De azért nekünk van egy honfitársunk, Abonyi István, aki bejutott oda is, és készített néhány fényképet, egyet mindjárt mutatok. De van, amit nem tudtak levinni a Kairó Múzeum pincejébe, többek között az Avidosz templomának az egyik oszlopa melletti kőtáblát. Hát az nagyjából így néz ki közelről és nagyon nehéz megmagyarázni. Legyünk őszinték, hogy azért itt egy helikopter és egyéb vízi vagy földi minden esetre áramvonalas repülő tárgyak láthatók. Épült a templom 1300-zal időszámításunk előtt vagy Krisztus előtt. E, aztán ugye azt mondják nekünk, hogy az egyiptomiak nem ismerték a vasat, és ott kopácsolták a köveket a bronzvésőikkel. Kairó Múzeum pincéjében van, származik ez a fénykép Abonyi Istvántól. Ez nem csak hogy vas, hanem még rozsdamentes is, és azon kívül ugye elég szép az a tengelynek való rész középen, elég precíz a kialakítása, és a nyavajás vasdarab még a tetejében nem is rozsdázik. Tehát valamit azért tudtak ezek az egyiptomiak, Különben a francia tudomány és élet a Science V című folyóiratban 2000. decemberében közétették a laboratóriumi kutatási eredményeket, miszerint a Keops piramis kövei öntött betonból vannak. Erről is csend van azóta is. Persze, hogy illeszkednek egymáshoz, hiszen leveszem a zsalut, arra épp teszem, beöntöm a következő adagot, azt úgy hívják, hogy munkahézag. Nem úgy hívják, hogy rabszolgák bronzvésőkkel kopácsolták évtizedekig és a laboratóriumi eredmény a receptje is megvan öntött betonból vannak a kevés piramis kö kövei. <tot> tanítják nekünk, hogy a gondolatainknak a forrása az emberi agy. Hát ez mind szép és jó, hogyha nem volna olyan kísérlet, ami ezt kizárja. És a kísérlet az 38, 33 38-ig zajlott, már 39-ben elkezdték közé 60 65-ig folytatták, egy szovjet kutatócsoport végezte. Az volt az elképzelés, hogy bebizonyítják, hogy a gondolat az agyterméke, elektromágneses hullám, és gondolattal lehet más embereket távolról befolyásolni. Volt a csapatban fizikus, mérnök, orvos, pszichológus, pszichiáter, tehát nagyon komplex kutatócsoport volt. A csapatnak az egyik fontos szereplője egy jó hipnotizőr volt, és másik három fontos szereplője három könnyen hipnotizálható személy. Ilyen könnyen hipnotizálható személyeket nagyon könnyű kiválogatni egy nagyobb embercsoportból. A kísérlet lényeg az volt, hogy hipnotizőr gondolta alany elalszol, alany elaludt. Kigondolta, alany felemeled a kezed, alany felemelte a kezét. Kigondolta, felgyorsul a szívverésed, felgyorsult a szívverésed. Rengeteg kísérletet végeztek, legkisebb távolság 20 méter volt. Növelték a távolságot, hogy lássuk, hogy lehet befolyásolni embereket távolról. Legnagyobb távolság 1700 kilométer volt, és a kísérlet mindig működött. És akkor azt mondták, hogy na jó, hát miből áll az agy? Hát ugye azoknak az elemeknek egy részéből, ami benne van a periódusos rendszerben. Mit tud ez kibocsájtani? Hát amiben, azt, ami benne van az elektromágneses spektrumban. Nosza, árnyékoljuk le! Tegyük be a hipnotizört és az alanyokat egy-egy faradé kalitkába, drótháló kalitkába. Na akkor onnan nem fog kimenni az elektromágneses hullám. Jó, betették, kísérlet működött. Na hát ugye lyukas drótháló, hát lehet, hogy mégiscsak nem vettünk valamit figyelembe, tegyük be őket egy, -egy acélkamrába, az hát már mégiscsak. Betették acélkamrába, kísérlet működött. Ennye benye. Aztán tegyük be őket ólomkamrába, az aztán kizárja a röntgensugárzást, a gamma sugárzást, plusz ott van az 1700 km, másik csapatot is ólomkamrába, nem fog működni. És működött. Tehát de mit történik akkor, hogyha ez működik? Hát, hogyha ez működik, az azt jelenti, hogy és különben bedobták a törölközőt, azt mondták, hogy nem értik a jelenséget, nem fogadnak el semmiféle paranormális magyarázatot, ők materialisták, aki hozzá tud szólni, szívesen látják. Publikálták oroszul, publikálták angolul, volt olyan, aki később a kísérletet vagy elemeit megismételte, publikálta angolul, és a kísérlet bármikor megismételhető. Tehát jelzem, tudományos kritériumoknak maradéktalanul eleget tesz. Igen ám, amit nem vette észre hogy mi az, ami átmegy az ólomkamra falán. Hát a kozmikus sugárzás meg, ami fölötte van, ugye az a 96 amiről most kezdenek beszélni. Igen ám, csak van egy kis gubanc. Tehát, hogyha gondolat ilyen szinten rezeg, ilyen hatalmas energia szintje van, hogy kozmikus sugárzás vagy, ami fölötte van, akkor az nem lehet az agynak a terméke. Tehát amit az agy létre tud hozni, az benn marad a dobozba, ebből nem megy ki. Nem teszi meg az 1700 kilométert, és a másikba nem megy be. Tehát az emberi gondolatnak minimum kozmikus sugárzás, vagy még magasabb szintű rezgése energiája kell legyen. Ugye hát itt már arról beszélünk, hogy a tízes után 28 nullát teszünk, és annyit rezeg ez a hullám másodpercenként. Igen, nem csak, hogyha az emberi agy nem képes létrehozni a gondolatokat semmilyen körülmények között, akkor nagyot fordul velünk ez a kis csacsi materialista világkép, mert akkor hiába adok neki 4,5 milliárd évet ahhoz, hogy az egysejtűből eljusson a homo sapiens amikor energetikailag nem képes olyasmire, amire a gondolat képes. Soha nem lesz képes egy, egy evolúció útján létrejött ö, valami, egy feltételezett evolúció útján létrejött valami, olyan energiaszintet kibocsájtani, amit a Földön semmilyen anyag, semmilyen összetételben nem tud kibocsájtani. Tehát az emberi gondolat nem az agyterméke, nem lehet az agyterméke, magasabb energiaszinthez kell tartoznia, mert ez a kísérlet tulajdonképpen az egész evolúciós elméletet romba dönti. Ami azt jelenti, hogy ha a gondolatokat nem az agy hozza létre, akkor az embernek a halála és az agynak a halála nem szüntetheti meg a gondolatokat. De akkor az embernek, az ember gondolatainak és érzelmek is ide tartoznak. Létezniük kell a fizikai test megszületése előtt, és fenn kell maradniuk a fizikai test halála után. Nem hit kérdése. Egyszerűen nem hit kérdése. Valamikor a beavatottak, a szakrális társadalmakban ezt tudták. Az volt beavatott, aki megtapasztalta azt, hogy igenis a fizikai testtől függetlenül van élet. Ez egy tudás volt. Ez az, a, ami összhangban van a kísérleti eredményekkel, a fizika törvényeivel, az ősi tanításokkal, tehát az ember sokkal több, mint a fizikai teste. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a bizonyos aura, ez nem a testnek a kisugárzása, hanem a test tulajdonképpen az aurának az építménye, tehát az energiatest az elsődleges, és az hozza, azt tudja létrehozni a fizikai testet. Nyilván, hogyha egyszer létre tudja hozni, és ez a fizikai test, mint egy robot, elhasználódik, elkopik, akkor létre tudja hozni még egyszer, ezt úgy hívják, hogy újra testet vagy reinkarnáció. Na de hát ugye volt ez a két barátnő, akik, akik beszélgettek, mondja az egyik, hogy képzel, beiratkoztam egy reinkarnációs tanfolyamra. Azt mondja, jaj, én is szerettem volna, azt mondja, de borzasztó drága. Azt mondja, drága, drága, de mit számít, egyszer élünk. Úgyhogy ez sem a mese kategóriájába tartozik, bizony ez így működik, és másképp, hogyha nagyon belássa magát valaki, rájövünk, hogy nem is, nem is működhet másképp. Úgyhogy ha belegondolunk abba, hogy az élet nem a születéssel kezdődik, és a halállal semmilyen körülmények között nem ér véget, akkor talán megértjük a Jézus tanításait, aki azt mondta, hogy senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből az ember fia. Tehát az ember eleve egy magasabb energiaszinthez tartozó lény, aki létrehoz magának egy alacsony frekvenciasában mozgó élő fizikai testet. Ez olyan, mint egy robot. A gondolataink nem az agynak a terméket, az agy olyan, mint egy antenna. De ezt tudja a szépen kódolt magyar nyelv, mert megkérdezem, hogy felfogtad, amit mondok? De mint az antenna. Felfogtad? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a fizikai világ mondjuk egy oktávnyi, és ezt fenn kell tartani egy magasabb szintnek, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy az ember, igenis, az emberi ö, lénynek is vannak összetevői magasabb szinten. Tehát ez nem csak az anyagra érvényes, hanem mindenre, ami az anyagi világon belül van. Tehát ö, a fizikai testnek van megfelelője, a szerveknek van megfelelőjük, amiről nagyon jól tudjuk, hogy van belső látás, belső hallás. Beethoven süketen írta a 9. szinfóniát, nem a fizikai hallása, a belső hallása működött becsukjuk a szemünket, képesek vagyunk egy csomó mindent látni, és ezekre a magasabb szintekre be is tudunk hangolódni. Kérdés, hogy hány ilyen szint van? Hát azt mondják a beavatottak, akik ismerik jobban az univerzumnak a felépítését, hogy 12 ilyen oktáv járja át egyik a másikat. És az egésznek a mozgató rugója egy úgynevezett központi forrás, ami fény formájában jelenik meg méghozzá polarizált fény formájában, érdekes módon, tehát nem véletlen, hogy a fizikai világban is a polarizált fénnyel lehet gyógyítani, és ezzel a fényjel mindannyian kapcsolatba kerülünk, mert ennek egy szikrája ott van mindenkinek a szívében. És amikor kapcsolatba kerülünk ezzel a központi forrással, vagy fényjel, akkor a szívünkben szeretetet érzünk. Tehát az univerzumnak a mozgató rugója, az bizony a szívünkben lévő fénymag, vagy szeretet mag nem pedig a fél elem, a tudatlanság és a hiányos ismeret. És ezek az oktávok, ezek úgy néznek ki, hogy a legalsónak a fele, az alsó fele a beavatottak szerint a fizikai világ. Na most ugye ez több ezer éves tudás, de hogyha összevetjük azzal, amit a 2011-es fizika Nobel-díj megállapított, hát hogyha minden kockát kettéosztok, osztok, akkor 24 részre kellene osztani azt a grafikont Hogyha 100%-ot elosztom 24-jel, 24 el az nagyon közel van ahhoz a bizonyos 4%-hoz, amire azt mondják a 2011-es fizika Nobel-díj kapcsán, hogy ennyi az anyagi világ, a többi energia világ. Láthatatlan energia, sötét energia, láthatatlan tömeg. Igen ám, de egy kicsi magyar részel és a korábbi megközelítéssel már rögtön látjuk, hogy na de kérem szépen, a gondolataink és az érzelmeink bizony a magasabb szintekhez tartoznak. Tehát ez nem egy, egy sötét energia és láthatatlan tömeg, hanem bizony nem más, mint a gondolatoknak, az érzelmeknek, a fénynek, a tervezésnek, a bölcsességnek a ö, magasabb szintjei. És hogy ki hova tud behangolódni, és mikor ezek közül a szférák közül egyetlen egy dolog határozza meg, mennyire erős a szívben lévő fénymag vagy szeretet. Alacsony szeretet szinttel, be lehet hangolódni a fizikai test elhagyása után a második asztrális szférára, az maga a pokol. Annyi különbséggel, hogy rosszabb, mint amit le lehet írni szavakkal. De nem tart örökké. De hosszúnak tűnik, mert einstein a relativitás elmélete érvényesül. Hiszen Einstein azt mondta, hogy ha a szerelmeddel két órát töltesz, az csak öt percnek tűnik, de hogyha öt percre ráültetnek csőréseggel egy izzó vaslapra, az két órának fog tűnni. Hát ez nagyjából a pokolnak az esete nem tart örökké átmeneti állapot, de rettentő hosszúnak tűnik. Hogyha a Végső Valóság című könyvet olvassátok, tudomásom szerint mindenki fog kapni egyet, akkor, akkor meglátjátok majd, hogy, hogy milyen szintekre lehet behangolódni, de nem kell megvárni ezzel a fizikai testnek a halálát. Tulajdonképpen ezekre a szintekre behangolódunk álmunkban is. Bármilyen furcsa, minden éjszaka elhagyjuk a fizikai testet. Megmarad az összeköttetés, de elhagyjuk. És behangolódunk arra a szintre, ahova a szeretet jegyünk szól. És amikor emelkedünk frekvenciában és próbálunk behangolódni, az sokszor a repülés érzésével jár. Amikor hirtelen kell visszatérni, akkor az a zuhanás érményével jár. Most már kezdjük érteni, hogy mi történik. Tehát az álom sem az terméke, ugyanúgy, hogy a gondolat sem, mert nem lehet. Mit tapasztalunk egy-egy magasabb szférában, egy magasabb rezgés számú oktávban? Hát az, hogy van testünk, vannak tárgyak, emberek, akikkel találkozunk. Ezek valós találkozások, ez nem az agynak a, a játéka. Annyi, hogy nem vagyunk elég tudatosak, nem elég tiszta az agy, hogy a rengeteg információt lehozza, rengeteg álombeli élmény azonnal törlődik, hogy az ember kinyitja a szemét, és ránéz valami ö, ablakra, vagy, vagy ö, lámpára. Meditációval tudatossá lehet tenni ezeket az élményeket. Tehát meditációból vissza lehet hozni, teljes egészében minden tapasztalatot, amit egy magasabb szférában megélünk. Ott is működik viszont Wolfgang Paulinak a kizárási elve, bár hullám természetű az egész univerzum, mégis bizonyos hullámhoz képest anyagnak érezzük a környezetünkben lévő tárgyakat vagy embereket. Tudunk találkozni azokkal a személyekkel, akik elhagyták a földi világot, kvázi meghaltak. Ki az, aki találkozott eltávozott szeretteivel álmában? De valós találkozások? Tényleg lehet velük találkozni. Tehát a szeretetben nincs elválás. Ez ugye álomban gyakran megtörténik, különben meditációval ezt is tudatossá lehet tenni, fel lehet venni a kapcsolatot azokkal, akik eltávoztak. Nincs benne semmiféle hókusz-fókusz. Annyi különbséggel, hogy a szépen kódolt magyar nyelv, az bizony kapcsolatot tart a magasabb szférával és az isteni fényjel, akár tudunk erről, akár nem, már akkor is, amikor segítségért kiabálunk. Ugye más nyelveken a help, hilfe, a és a többi egyik sem mondja azt, hogy segíts ég, tehát onnan fentről várom, nem pedig innen lentről. Hát eleve a felkapcsolódás az, ha nem is tudatosan, de megvan. Viszont itt válik érthetővé, és ezt kellene megtanítani az iskolában a gyermekeinknek az ok és okozat törvénye. Tanította Jézus. Azt a tett hüvejébe kardodat, mert mindazok, akik fegyvert fognak, fegyver által vesznek el. Vagy azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, mert ez a törvény. Hát mi történik valójában? Az ember létrehozza a gondolatot és a hozzá kapcsolódó érzelmet, de nem az agyában, hanem az energiatestében, az aurájában és lehozza, letranszformálja azt a fizikai világra. És hirtelen felindulásában jól pofonvág valakit, és úgy gondolja, hogy ezzel a történet le van rendezve. Igen, ám csak, hogy a pofonnak két része van. Sajog a tenyerem, és sajog az ő arca. És a kettő együtt a pofon. Nem lehet külön választani. Igen, ám, de én fél pofon nem tudok kigondolni, csak egészet. Kigondoltam az egész pofont, aminek az egyik része a tenyér sajgás, a másik része az arc sajgás. És kapcsolatba kerültem hirtelen felindulásomban a, kedve a számomra kedvezőbb részével, de ott hordozom ezt a gondolat és érzelem csomagot magamban, és előbb-utóbb olyan kerül körülmények közé fogom irányítani magam, ahol kapok egy büdös nagy pofont. És akkor ugye meglepődik az ember, hogy de miért én, miért most, miért tőle, és egyáltalán. És gyorsan visszaadja. És akkor indul a következő kör. És az a helyzet, hogy ahogy mondani szokás, az ember előbb-utóbb megtanulja, hogy ha sokat pofoszkodik, ugye akkor, akkor az e, saját magának folyamatos szenvedést jelent és e, aki lassan tanul, az meg, az meg sokat pofoszkodik, sajnos ez a helyzet ugyanakkor e, az univerzumnak a mozgatórugója, mint említettem, a szeretet és a fény ez rávezet arra, hogy ha kellemetlen cselekedetet követek el a másikkal akkor velem is egy csomó kellemetlenség történik Ha támogatom, segítem, bátorítom a másikat, akkor egyszer csak én is támogatást, segítséget és bátorítást kapok. Nem tudom kikerülni se. Ez a törvény. Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, mert ez a törvény tanította Jézus. Na, hogyha ez a törvény, akkor utána nagyon könnyű hirtelen átállni, és azt mondani, hogy hoppá, hát az összes szenvedésem abból adódik, hogy úgy viszonyulok másokhoz, hogy az ő fejlődésüket akadályozom, vagy, vagy gáncsolom. Mi lenne, ha elkezdeném segíteni? Ja, akkor én is segítséget kapok. Jön még egy pár csomag, amit korábban feladtam a postán. Tehát azért azok még úgy utolérnek, de ne vegyél senkinek a kedvét. A törvény az törvény. E, ugyanolyan precíz, mint a gravitáció törvény. Ezt is megpróbálta Jézus megtanítani annak idején, hogy hát, még egy veréb se esik le a fáról az Isteni akarat nélkül, és nektek még a hajatok szála is számon van tartva, senkivel nem történik véletlenül semmi rossz. Nem kerül véletlenül kivégző osztag elé, nem kerül véletlenül börtönbe, nincs sebészi tévedés, nincs bírói tévedés, annyira precíz a törvény, mindenkivel pontosan az történik, amit eh, okozott másnak. Lehet, hogy pillanatnyilag nem látszik beszélgettem egy amerikai vadászpilótával, és mondom neki, hogy te mondom, sikerült neked néhány embert megölnöd. Azt biztos, igen, ott voltunk Irakban, és lőttük őket, mint állat, azt, de megérdemelték. Mondom, ide figyelj, lehet, hogy megérdemelték, mert senkivel nem történik olyan, amire nem szolgált rá. Mondom, de van egy kicsi gubanc a fejeden. Szóval micsoda? Hát mondom azt, hogy most már te is megérdemled. Azt hogy hogy? Mondom, ide figyelj, ha teszem azt, nem dobtál le csak egy bombát, és teszem azt, nem találtál el más, csak egy apát, meg egy gyermekét, és az anya életben maradt. Mondom, ha csak ennyi. Mondom, a legkevesebb, amit neked meg kell tapasztalni, hogy tanuljál, nem az, hogy megbüntessenek, csak hogy tanuljál az eseményekből, az, hogy mit csinálsz. Először meg fognak ölni életférfiként, mondd, de arra rámegy az az élet. Következő inkarnációban meg fognak ölni gyermekként. És akkor mondjuk azt, hogy ártatlan gyermekek így, meg úgy. Egy csodát. Meg fognak ölni gyermekként. Arra rámegy az az élet, mondom, de mi mindig nem fejezted be, mert meg kell születned női testben, és megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor felrobbantják mer merőled a gyermekedet és a férjedet. Mondom, és ez a legkevesebb, amit meg kell neked tapasztalni. Nézd egy darabig ki a komoron a fejéből, csak így elvigyalodik, azt a nice talking to azt a kellemes veled beszélgetni. Mondom, gondolom, hogy az így feldobta a napodat. <laughs> mondom, de, de ez így működik, tehát és addig történik veled egy csomó minden amíg nem tanulod meg hogy ne, akad, ne okozzál kárt a másiknak amikor megtanultad a leckét, megszűnik, tehát hogyha teszem azt megöltél száz embert és kétszer megölnek és megérted hogy soha többet ilyet nem kell csinálni akkor megszűnik, tehát olyan mint a szorzótábla ha megtanultam, nem lehet tovább tanulni. Tehát az univerzum nem egy ilyen bosszúálló gépezet, hanem bölcsesség és szeretet irányítja. Tehát amikor megtanultam a leckét, nem kell tovább tanulni. És senkivel nem történik véletlen. Nem létezik a véletlen. Hát ezt az ok- és okozat törvényét viszont meg kellene tanítani a gyermekeinknek, meg kellene tanítani először talán a tanároknak, óvónéniknek, és tanítani kellene a felnőtt lakosságnak, egyszerűen meg kellene érteni, tehát nem elhinni kell, hanem végre most már van annyi információ hátunk mögött, hogy meg tudjuk érteni. látom, hogy sokan elkomorodtak így, így visszagondoltak, hogy mi mindent csináltam, én hű, akkor most ez jön a következménye. De nagyon sokat lehet enyhíteni. Mondom, hogy ha az ember felismeri, hogy többet ilyet nem szeretne csinálni, és, és, meggyőződik arról belülről, hogy, hogy ez olyasmi, ami, ami kerülni fogok a közeljövőben, akkor nincs, komoly következménye, akkor emlékeztető szintén az, szinten azért jönnek a karmikus következmények, de már nem, nem jelent komoly szenvedést. Hogyha rossz világképpel indulunk útnak, akkor, akkor rossz térképpel indulunk útnak, és ma, amikor nézem ezeket a politikusokat, akkor sokszor az az érzésem, hogy ezek egy szabás mintán vitatkoznak, hogy merre van a keleti pályaudvar és hol a Blahalújzatér. Tehát egyszerűen rossz térkép alapján próbálnak eligazodni vagy eligazítani másokat. Tehát az a politikus, akinek nincs a kezében egy működő jó világkép, az nem is tudom, hogy, hogy milyen mértékben alkalmas bármiféle útmutatásra. Na de, le kellene rakni mindenképpen egy helyes világképnek az alapjait, tehát olyat, ami összhangban van a fizika törvényeivel, kutatási eredménnyel, logikával, személyes tapasztalattal. Ez pedig úgy néz hogy az univerzum nem anyagi, hanem hullámtermészetű, és az a bizonyos 96% bizony nem sötét energia, hanem fény, szeretet, gondolat és érzelem. És persze anyag érzet van minden oktávon belül. Továbbá ugye ma azt mondják nekünk, hogy örök mozgót építeni nem lehet, miközben nem vagyunk képesek megállítani egyetlen szabad elektront sem. Tehát az egész univerzum egy örök mozgó. Különben azt is mondják, ugye, hogy hát szabad energia az egy lázálom. Tényleg? Nem csak egy transformátor kérdése? Hogyha 96% energia ott van a hátunk mögött, és csak 4% az anyagi világ, mibe kerülne letranszformálni az energiát magasabb szintről és elkezdeni használni? Minden elektron tudja, hogy hogy kell csinálni. Vannak különben ilyen kutatási eredmények, csak hát először el kell adni az olajat, meg a gázt, nem baj, hogyha az egész klímafejünkre borul, mert nagyon erős az olajlobbi, meg az energialobbi. Tudnunk kell, hogy az ember energia lény, nem az anyagból fejlődött ki, az élet bizony nem a születéssel kezdődik és a halállal nem ér véget, tehát tulajdonképpen örök életű, életű lények vagyunk, energia A gondolatoknak és az érzelmeknek viszont teremtő ereje van. Ezt ne felejtsük el. Tehát egy érzelemmel feltöltött gondolat megváltoztatja ezt az egész hullámteret, és elkezd valóságá válni. Ha körülnézünk, először mindent ki kellett gondolni, aztán örülni neki, hogy majd meg lesz, és azután szépen fokozatosan megjelent körülöttünk az anyagi világban. Tehát az egész anyagi világunk a gondolat és az érzelemnek a teremtő hatására jön létre. Viszont az ok és okozat törvényét megkerülni nem lehet. Ezt kellene elültetni mindenkinek a saját buksijában, és a gyermekeknek lehetőleg minél hamarabb átadni. Na most ugye két dolog működik az ember életében, vannak a tudatos gondolatok és a tudatalatti gondolatok, ez hatalmas energia mind a kettő. A tudatos gondolatokkal tudatosan építjük azt, amit szeretnénk, de a tudatalattiba fut egy program. Az olyan, mint egy operációs rendszer amit sokszor hallunk, sokszor látunk, sokszor ismételünk, abból tudatalatti program lesz. Olyan ez, mint az autóvezetés. Tehát beülök, elkezdek vezetni, nagyon tudatos vagyok, ott az a rengeteg pedál, kapcsoló, más járművek, odafigyelek nagyon. Egy idő után rutin lesz belőle, és belefér ugye a kávézás, a szendvics, a cigaretta, nőknél 120 km per óra alatt szemfestés, tehát nagyon sok minden belefér már minden, ugye a robotpilóta tudat alatti az vezeti az autót, és de már nem kell odafigyelni. Na ez a tudat alatti, ha jó, akkor ez olyan, mint egy háznak az alapja, erre tudatosan bármit fel lehet építeni. Ha a tudatalati program rossz, már pedig az emberek 99%-ának az esetében tele van gubancal. az olyan, mint egy rossz operációs rendszer, tehát hogy én használom itt a bemutatót, a PowerPointot, de hogyha a háttérbe futó tudatalati program az operációs rendszer, vagy a Windows éppen rossz, akkor az örökké tönkre fogja nekem tenni azt, amit én tudatosan csinálok. Úgyhogy el kellene jutni odáig, hogy igyekszem úgy élni, hogy az mindenkinek jó legyen, de ezt nem elég tudatosan, ide a tudatalattinak az újraprogramozása elengedhetetlenül szükséges. Ehhez van segédeszköz könyv és CD formájában. Egy ilyen tudatalatti program, ami összhangban van az univerzum törvényével, hát az ilyen pontokban foglalható, hogy egységtudat, megbocsájtás, elfogadás, jóváltétel, egészség, ideális társ, apró betűs rész csak saját felelősségre, amikor megjelenik az ideális társ, akkor borul a házasság, hogyha nem a, éppen az ideális társ a házastárs, akkor, akkor ott az, az pillanatok alatt e, megváltozik. Siker, bőség, ezek tudat alatt e, felülírható programok, és egészen másképpen kezd működni az embernek az élete. Igaz, hogy úgy kerül be a tudat alattiba az új program, ahogy a régi bekerült. A régi pedig hogy kerül be? Kisfiam már százszor megmondtam, ne a pénzt a szádba, pénz piszkos, büdös, fúj, pihá, káká, mindenki összefogdossa, tele van bacillussal. Kisfiam, kapsz a kezedre, már százszor megmondtam, ne tedd a pénzt a szádba, és felnő a gyermek azzal, hogy a pénz az egy olyan dolog, amitől távol kéne tartani magam. Tudat alatt. Tudatosan meg szeretné megszerezni. De a tudat alatti 24 órából 24 órát működik. Minden tudatos program mögött ott van a háttérben a Windows, az operációs rendszer, és ha az rossz, az minden tudatos programot ki fog akasztani. Tehát ezt felül kell írni, felül lehet írni, nagyon könnyen a CD-nek a segítségével, de legalább 400-szor meg kell hallgatni a CD-t, viszont nem kell rá odafigyelni. Tehát elég, hogyha a háttérbe megy, vagy éjszaka, vagy halkan, vagy, vagy, az autóba vezetés közben, és ezek szépen egyik a másik után beépül, és meghozzák valóban a békét, a harmóniát, és azt a bölcsességet, amivel már egy új szemlélettel, egy új világképpel a tarsolyomba azt mondom, hogy hát tulajdonképpen minden rendben van. És én tulajdonképpen bármit megteremthetek. Gondolattal, érzelemmel bármit megteremthetek. Viszont tudni kell, hogy a szeretetteljes, építő jellegű, tudatos gondolatok és tudatalatti programok nem csak jó életet, hanem nagyszerű ötleteket is biztosítanak. De az ember képes-e megvalósítani valamit? Hát a magyar az ugyancsak képes, mert mi folyamatosan képekben gondolkodunk. Ha képpel rendelkezünk, van egy képünk arról, amit szeretnénk megvalósítani, működik. Azt mondta egy portugál barátom, azt mondja, hogy én már tíz éve itt élek Magyarországon, én már nagyon sok mindent lefordítottam, én akármit le tudok fordítani magyarra. Mondom, szó sincs róla, mondom, hát nem gondolkodsz képekben, nem tudod megérteni a dolgokat. Azt mondja, de én mindent le tudok fordítani. Na mondom, ide figyelj. Szövőgyárban kelmét szőnek, lent is lent, meg fent is lent. Kikent, kifent, késköszörűs, fent is fent, meg lent is fent. Szóval mi? Magyarul könnyű, követem képekben, lefut az egész mozi előttem. Nekik nem könnyű. Mi a következménye ennek? Hát az a következménye, hogy ezt a műszaki-technikai világot nagyrészt magyar találmányok működtetik. Tehát itt, itt sorolhatnánk, ugye, kocsi gyufa, bézi programnyel, worhonszállosító, kriptontöltésűító, golyostól, Rubik kocka, elektronikus televíziós rendszer, első telefonközpont, C-vitamin, mozgóképes tévéközvetítés, szuperszonikus repülés, ugye, a, a helikopter, a lökhajtásos motor, az ötvös inga, amivel olajat találnak, transformátor, holográfia, hellerféle hűtőtorony, radioaktív nyomjelzés, számítógép, Excel, Word, atomreaktor és a többi. Tehát, hogyha ezeket így kivonjuk a forgalomból, akkor tiszta kőkorszak van. Mi kell hozzá? Azt kell hozzá, hogy legyen kapcsolat a magasabb világokkal. És hát a magnépének pontosan ez a különlegessége, hogy van kapcsolata magasabb világokkal, le tudjuk hozni az információt. Úgyhogy a végső valóság, tehát ez az a könyv, amiben benne van, mondhatnám, azt a jó térkép, ami magyar nyelvterületen most már szerény számítások szerint is legalább 400 ezer emberhez eljutott, és meg is kezd lenni a hatása. Különben magasabb szintű politikusokhoz is eljutott. Vannak néhányan, akik tudják már, hogy hogy működik, csak borzasztó nehéz kiállni mellette. És a segédeszköznek ott van a tudatalatti tíz parancsolata, ami a tudatalatti, benne van a cd a ami a tudatalatti rossz programokat kiavítja jóra. Na de nézzük meg, hogy mi történik a világban, mert azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországgal folyamatosan valami baj van. Hát az Európai Unión belül itt, itt vége hossza nincs annak, hogy a magyarokat valamilyen módon meg kéne már fegyelmezni, mert ezek mindenképpen kilógnak a, a sorból. Viszont az anyagi világképre épülő gondolkodásmód egy fenntarthatatlan rendszert próbál fenntartani. És ugye ehhez igazodik az értékrend, ahol a jó Isten helyét átvette a pénz, az ingatlan a kapcsolatitőke és hát a bolygónak a mértéktelen kizsákmányolása és az embereknek a kifosztása egy alapvető értéknek számít. Hát, hogyha megnézzük, hogy, hogy kiket lehet kifosztani ebben a demokráciának nevezett és tulajdonképpen egymás anyagi kifosztásáról szóló rendszerben, van a Földön 30% olyan ember, aki hajlamos és képes értéket teremteni. Legyen az anyagi eszköz, legyen az szellemi termék, legyen az oktatás, gyógyítás, szolgáltatás, de valamivel hozzájárul ez a 30% a közös jóhoz. De el kell tartani a 20% gyermeket és fiatalt, és el kell tartani a 20% időset és beteget. És ezzel nem is volna semmi baj, ez könnyen menne. De van még 30% az emberiségnek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ők dolgoznak, de az életüket arra teszik fel, hogy milyen módon lehet megszerezni a javakat a mások, másiktól, aki már azt létrehozta. Hát végső soron, hogyha jól megnézzük, az egész bankrendszerre épül az összes tőzs, de az összes pénzváltó, a biztosítóknak sajnos a nagy többsége olyan emberek dolgoznak a kifosztáson, akik nem tesznek bele értéket, de megpróbálnak minél többet megszerezni. Tehát egy kicsit a gondolkodás mód az, hogy, hogy nekem jó legyen, nem baj, hogyha neked ettől rosszabb lesz. Mondhatnám azt is, hogy a bőrkereskedőnek a filozófiája, aki meditál, meg imádkozik, és azt mondja, hogy a, jó józan gazda nem jó gazda, mert ha megdöglik egy báránya, akkor ezer forintot is képes elkérni a dögnek a bőréért. De a talpas gazda az jó gazda. Annak, ha megdöglik egy báránya, a száz forintért is ideadja a bört, mert az egy tisztességes, rendes becsületes ember. Adná a jó Isten, hogy minél több báránya dögöljön meg. <coughs> Ez a gondolkodás módja végső soron az Európai Uniónak. Nem baj, hogyha neked rosszabb lesz, csak nekünk jobb legyen. Ennek az egész világképnek megvannak a, a, ugye a fenntarthatatlan, fenntartandó eszközei, az első a média általi programozás, tehát a televíziós műsorok, hírek nagyrészt arról szólnak, hogy minket halálfélelembe akarnak tartani. Tehát hírek azzal kezdődnek, hogy meghalt előtték, beszakadt, beszorult, ennyien elsüllyedt, ennyi-annyi a hulla, ha nem elég a mai napra, akkor azt mondják, hogy utoljára két évvel ezelőtt süllyedtel robban felszakadt fel, akkor már megvan, a mai hullaszám jó van, na akkor következik az, hogy örülj neki, hogy nem voltál a mai listán, mert holnap drágább lesz az üzemanyag, velemelik az adódat, nem jutsz hozzá az orvosságodhoz, felemelik a nyugdíjkorhatárt. Minden, örülj neki, hogy nem haltál meg, meg különben járhattál volna rosszabbul is. Ez, ez, folyamatosan megy, és hogyha végig patogtatjuk a TV csatornákot, akkor ott ugye egy gyilkosság, helyszínelő, ilyen halál, olyan nem tudom én mi, tehát végül is e, halálfélelemben kell tartani az embereket, hogy le lehessen szorítani őket az anyagi világ szintjére. Tananyagot le kellett butítani, le is butították, ma Magyarországon 35 különböző módon tanítják a gyerekeket írni és olvasni, ebből kettő működik. A két működő módszer azt jelenti, hogy szeptembertől karácsonyig a gyermeket meg lehet tanítani hibátlanul írni és olvasni. A 33 módszer arról szól, hogy ne lehessen. Eredmény a felnőtt lakosságnak 25%-a funkcionális analfabéta, nem arról van szó, hogy az apróbetűs szöveget nem érti, mikor aláírják vele a szerződést, hanem a nagybetűs sem. Tehát az összetett mondatoknál kiakad, nem tudja nyomon követni. És ez szándékos, ez tudatos. Úgyhogy a válság, amit tapasztalunk, végül is ennek az ennek a válsága. De a félrevezetés az, és a hazugság az nagyon komoly. El kell hitetni az emberekkel olyasmit, amit szívesen elhisznek. Az első nagy félrevezetés az, hogy a pénzem dolgozik értem. Beteszem a pénzemet a bankba, és akkor majd ott dolgozik. Ki az, aki látott már pénzt keményen dolgozni? Akkor ki dolgozik? Az értékteremtő ember. Senki más az értékteremtő ember. Honnan van nekem a plusz? Hogyha kamatot várok, hát valahogy el kell venni az értékteremtő embertől. Na ebben a pillanatban én ennek az egész kifosztó rendszernek a játékosa vagyok, tehát mutat, mutogathatok én újjal a bankra, hogy az milyen galát, de én is ugyanazt csinálom. Tehát ezért lehet ezt fenntartani, mert hajlamos vagyok elvenni a másiktól azt, amit ő megtermelt, anélkül, hogy én hozzátennék valamit. Aztán ugye a nagy önbecsapás, hogy a kamat, a hozam a pénzváltásból vagy tőzsdei tranzakcióból származó nyereség az én munkámnak a gyümölcse. Tényleg? Hát tulajdonképpen ez csak úgy jöhet létre, hogy más értékteremtő emberek által létrehozott értéknek egy részét valamilyen úton módon elveszem. Dolgoztam, de nem azon, hogy hozzátegyek valamit a közös jóhoz, hanem azon, hogy elvegyek abból, amit a másik létrehozott. Aztán itt a nagy csúsztatás, azt mondják nekünk, hogy az állam a piacról finanszírozza magát. Hm? Igen. Csak hát ugye a háttérben lévő pénzhatalom hogy gondolkodik? Ki az, akinek euh, nincs kölcsöne és nem fizet euh, részleteket, kezet a magasba? Na, nagy tévedésben vagytok. Mert hogy, hogy gondolkozik ez a háttérben működő euh, pénzhatalom? Aztán ezek az emberek felvették a kölcsönt ők már adósrabszolgák, ők fizetik, 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 a munkájuknak egy nagy részét ideadják nekünk, az eredmény nagy részét ideadják nekünk. De itt vannak ezek a csellengők, akik nem hajlandók felvenni a kölcsönt, ezt hogy lehetne elérni, hogy a mi kívül legelésző tehenek is nekünk adják le a tejet? Hát melyik állam területén legelésznek? Hát igen, na akkor adósítsuk csak el az államot. Azt könnyű, politikus szíván felveszi a kölcsönt, tudja, nem ő kell visszafizesse, majd elveszi az értékteremtőktől. Eladósítjuk, vissza kell fizetni, ugye? Többszörösét nyilván, és akkor azt mondja az állam, hogy a piacról finanszírozom magam, államkötvényt bocsájtok ki? Színes nyomtatott papírost. Jön a befektető, megveszi. Én, mint állam, garantálom, hogy minden évben kifizetem ennek az összegnek a 4 vagy 5 vagy 6 százalékát, 4 évig, 5 évig, 10 évig, amire szól a történet. És én, mint állam, garantálom, hogy minden adón felül ezt a pénzt még úgyis el fogom venni az országnak. Miértől? Hát az értékteremtőitől. Tehát akkor kell áruforgalmi adó, gépjármű adó, ingatlan adó, üzemanyagok adó és a többi egy csomó különböző úton, módon még el kell venni, mert az állam a piacról finanszírozza magát, azt jelenti, hogy megint csak az értékteremtőktől vesztük el azt, amit egyesek vigan elköltenek. Aztán jön a nagy átverés, azt mondják, hogy az ország adóságát megszorítások, magasabb termelékenység, fokozottabb gazdasági növekedés révén vissza kell, és vissza is lehet fizetni. Az igazság az, hogy ha lemondott az ország a pénznyomtatás jogáról, akkor nem lehet. Az ötlet a fed származik, az amerikai jegybank szerepét betöltő banktól, ugye négy banknak az egyesülése, a Rothschild, Rockefeller, Warburg és Morgan, ez a négy bank a Fed, a magánbank, átvitték a törvényhozáson, hogy ők nyomtathatják az amerikai dollárt. Kölcsönadják az amerikai Egyesült Államoknak kamatra. Mi ennek a következménye? Hát az, hogyha Fed nyomtat egy dollárt, és odaadja Obamának, hogy tessék, használd egy évig, tartozol nekem év végén egy dollár 5 centtel. Obama használja a dollárt egy évig, és vinni egy év végén az egy dollár 5 centet, de rájön, hogy nincs csak egy dollárja. Azt mondja a Fed, hogy hát nem baj, nyugi, nyomtatok neked még egy dollárt, abból kifizeted az egy dollár 5 centet, Marad neked 95 centet, gazdálkodjál nyugodtan. végén nyomtatok neked még egy dollárt, kifizeted az egy dollár 5 centet, marad most már csak 90 centet, gazdálkodjál nyugodtan. Ki lehet jönni az adóság csapdából? Esély nincs rá. Tehát azért csapda. Sajnos Magyarország is lemondott a pénznyomtatás jogáról, 17 másik európai országgal együtt, Európai Uniót, megvan itt a háttérben az elképzelés, tehát nem véletlenek ezek csak nem mindenki látja át a következményeit egyik pillanatról a másikra. Annak idején Kennedy akarta visszavenni a pénznyomtatásnak a jogát, tudjuk, hogy hogy járt. És van más is, aki viszont nem adta ki a pénznyomtatásnak a jogát, az Ceausescu volt és aki visszafizette az ország adósságát 89-re, és utána úgy gondolta, hogy hosszú boldog élete lesz. Hát lett is karácsonyig. Tehát nem, mikor, mikor ilyen, ilyen, azt mondja valamelyik kormánytak, hogy óriási nyomás nehezedik Brüsszelből vagy az IMF részéről a kormányra, ilyen-olyan gazdasági intézkedéssel kapcsolatban, az nem azt jelenti, hogy ott valaki egy irodába csóválja a fejét, hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy véres komolysággal végrehajtatnak bizonyos dolgokat, ami a pénzhatalomnak megfelel, függetlenül attól, hogy az országnak igen vagy nem. Még egy nagy trükk. El kell hitetni az emberekkel, hogy a pénz romlik. Francia joghurtot kiveszem három év múlva a hűtőből, és érdekes módon ugyanolyan, mint a friss. Az nem romlik. De a pénz, ez a papíros, ez a fém, ez a nyavajás, ez romlik. Hogy lehet ezt elérni? Hát inflációs cél van. Mennyit romoljon? Statisztikai hivatal pontosan tudja, mennyi az összáró és összszolgáltatás. Ha nem az én kezemben van a pénznyomtatás joga, hanem máséban, akkor egy kicsivel több pénzt nyomtat. Ez a pénz, ez a kicsivel több szépen szétterül az egész gazdaságon, és mindennek megemeli az árát. Mi ennek a következménye? A megtakarításainkat elveszik. Joe az aranyású, ugye Klondákból hazajött, és jó nagy, arany, nagy aranyat eladott a banknak 100, 100 dollárért, és betette a 100 dollárt a bankba. Aztán jött ugye az apránkénti infláció, és mivel sokáig élt, 2013-ban bement, hogy, hogy elhasználja azt a 100 dollárját, és kiderült, hogy ami akkor 100 dollár volt, ma 2300 dollárba kerül, és az ő 100 dollárja tulajdonképpen 4 centet ér. 99 dollár 96 centet elvesznek, elvettek tőle, Ugye folyamatosan az infláció segítségével a megtakarításokat elveszik. Tehát nem kispályás játékos ez a háttérben működő pénzhatalom, viszont ne felejtsük el, hogy elveszítették a kapcsolatot a teremtővel, tehát itt most már csak a pénzt és a gazdaságot és az anyagi világot látják, és nem tudják azt, hogy ennek milyen következményei lesznek. De a gondolkodásmód az még tovább is megy, tehát nem elég az, hogy gazdaságilag uralni, meg kiszolgáltatottá tenni népeket, országokat. Kiderül lassan, hogy 7 milliárd embert kordában tartani nagyon nehéz. Tehát le kéne csökkenteni a létszámot. Megjelent az Amerikai Egyesült Államokban, Georgiában, az Elmer County dombján egy emlékmű, ahol 8 nyelven bevésték gránitba, hogy hát hogyan kellene kinézni ennek a szép új világnak? Az első sor úgy hangzik, hogy tartsd az emberiség létszámát 500 millió alatt folyamatos egyensúlyban a természettel. Hát ez szép, csak van 7 milliárd ember a Földön. Egyszerű matematika, 6,5 milliárdtól valahogy meg kell szabadulni. Jönnek ezek a filmek, ugye előrevetítik a jövőt, hogy ilyen vírus, olyan vírus az emberiségnek csak egy kicsi része marad meg, és a többi. Amerikában felépítettek nagyon sok ilyen koncentrációs tábor jellegű elzárt részt, és több százezer olyan koporsót halmoztak fel, ami egyszerre négy hullát tud befogadni, és hermetikusan lezárható. Kérdezték a riporterek, hogy ugye annyit nem lehet szállítani észrevétlenül, hogy hát mire ez a sok koporsó, hát just in case. Hát ha talán mégis szükség lenne rá. A többi része is ugye érdekes, mert azt mondja, hogy egyesítsd az emberiséget egy új élő nyelvvel, magyarán mindenki felejts el az anyanyelvét. Aztán legyél mértéktartó kötődéseidben a hithez, hagyományokhoz és más egyéb dolgokhoz. Tehát hitedet, hagyományaidat hagyd magad mögött, anyanyelvedet hagyd magad mögött, 500 millió bőven elég, és akkor már is épülhet a szép új világ. És hogy nehogy azt higgye valaki, hogy, hogy ez csak mese, ez komolyan veszik, és jönnek az üzenetek ilyen vagy olyan formában folyamatosan. Ugye a mértéktartó kötődés a hagyományokhoz Brüsszelben 2012 karácsonyán így nézett ki. Azért ez már elég mértéktartó kötődés a karácsonyhoz. Ez az Európai Unió fővárosának az üzenete a karácsonyjal kapcsolatban, ahol a karácsonyi vásárt mellesleg átnevezték téli vásárnak. A másik ugye nagyon fontos üzenet, hogy a télapót össze kell mosni a karácsonyjal, hogy ne Jézus születéséről szóljon, hanem a vásárlásról. Ugye, nincs messze a nap, amikor majd elmegy a télapó az óvodába, kicsomagol, és megmondja, hogy gyertek, gyerekek lehet vásárolni. Aztán ugye a húsvét az meg legyen nyúl ünnep, ez megint csak az idei húsvét, az amerikai elnök és családja, ugye nem Jézus feltámadásáról szól, hanem egy nagy plusz nyúlról az egész történet. Amit viszont nem tudnak ezek az emberek az az, hogy az univerzum egy spirituális univerzum, ahol két komoly erő működik folyamatosan. Egy lebontó és egy építő. Ezt szokták azonosítani a sötétség angyalaival, illetve a fény angyalaival. Na most ez nem azt jelenti, hogy a sötétség angyalai rosszak és a fény angyalai jók, ez azt jelenti, hogy ezek együtt működnek, a régit mindig lebontjuk és épül helyére az új. Van egy telkem, azon van egy romagy régi ház, jobbat szeretnék, mit csinálok? Hívom a bontó munkásokat, lebontják a régit, hívom az építő Sokat felépítik az újat. Tehát a kettő együttműködéséből megyünk előre. Ez nem azt jelenti, hogy a bontó munkás gonosz. Sok esetben még inkább fordítva van az, építő, az építőiparban. Ugye volt ez a csupaszpisztoly nevű film. Ahol mondja ott a rendőr a fő gazembernek azt, mondja, hogy látom, hogy nem riad vissza maga a nagy gazemberségektől, és kihúzza magát, azt a két évig építkezési vállalkozó voltam. De ez a két erő működik az univerzumban, akár tudunk róla, akár nem. De hogy működik? Addig, amíg úgy, ahogy egyensúlyban vagyunk, addig rendben van a dolog, de hogyha elszalad az emberiséggel a ló, és nagyon elmegy valamilyen végletes irányba, akkor a lebontásért felelős erő ráad egyfajta turbóhatást ami megszünteti a logikát, józan eszett mindent, és ez történt a második világháború végén, amikor az oroszok már Berlin határába voltak, és Hitler képes volt beküldeni a gyerekeket a húsdarálóba. De ennek értelme nem volt, logikája nem volt. De az univerzum szempontjából logikája megvan, mert ráadja ezt a lebontó erőt, nem lehet gondolkodni, most végigcsinálom tehetetlenségből azt, amit eddig csináltam, nem tudok megállni vele, és a végén születik belőle valami jó. Született is belőle az a jó, hogy az Európai Unió létrejött azzal a célral, hogy legyen végre béke. Tehát a háború az most már elég volt, szenvedésből elég volt, legyen végre béke. Na igen, de folytatta azzal, hogy építsünk egy domináns gazdasági közösséget, egy belső piacot, pénznek, embernek, árónak szabad mozgása, tehát egy nagyon anyagi szintre berendezkedett Európai Uniót. Az a helyzet, hogy most már rajta van ez a, ez a turbóhatás a pénzvilágán is, tehát akinek nagyon sok van belőle, lehet, hogy egy szép napon begyújthat vele. Mert itt sem tudnak leállni ezzel a kifosztásra irányuló gondolkodásmóddal, és nyomtatják, nyomtatják a fedezet nélküli pénzeket. Nyilván ennek előbb vagy utóbb nagyon komoly következménye lesz. Hát valószínű, hogy inkább előbb, de Ciprusnál már nagyon rezgett a léc, és éppen elég egy országban egy bizonytalansági hullám, az rögtön át fog terjedni a többire. És hát nincs az a bank, amelyik reggel 8-tól 10-ig nél tovább tudná kiszolgálni a betéteseket, hogyha ki akarják venni a pénzt. Hát ez egész pénzrendszer, ahogy most felépült, összeomlásra van ítélve. Igen, nem, de ebben a nagy pénzutáni rohanásban itt van a magnépe, aki őrzi az eredet tudatot. És ez úgy tűnik, hogy nagyon komoly gubanc. Hát a magyar alaptörvény első szava micsoda? Isten. Aztán ott van, ugye a preambulum, ami kiderül, hogy nem egy európai értékrend, nem egy pénz alapú értékrend, mert azt mondja, hogy valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Tehát így első nekifutásra Isten, család, nemzet, hűség, hit és szeretet, melyik is az, amelyik az anyagi világ értékrendjére vonatkozik? Egyik se. Hát itt van a nagy gubanc. Valljuk, hogy közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye. Tehát nem amit elveszek, hanem amit hozzáadok. És valljuk az elesettek és szegények megsegítésének a kötelességét, nem a kifosztását, és nem arról van szó, hogy így jártak a görögök, adják el a szigeteiket. Őket már kifosztottuk, most már minket nem érdekel. Na de mi a probléma? Hát a probléma az, hogy egy százszázalékosan spirituális értékrendel Magyarország bemegy egy nagy brüsszeli pókerasztalhoz, ahol ott vígan osztják a befizetett összegeket, pályázat, neked jó, neked több, neked kevesebb, és a többi. És Magyarország azt mondja, hogy nem, hát az értékrend az ugye Isten, család, nemzet, hit, hűség és szeretet. Másrészt, azt mondja, nem, azt a gazdasági növekedés, profit, kamat, és a többi. De nem, hát na ide figyelj. Hozhatsz te akármilyen törvényt ezzel az értékrenddel, az nem lehet jó. Le se kell fordítsad. Fel, felállítunk egy bizottságot, de még mielőtt megvizsgálnánk a törvényedet, már akkor tudjuk, hogy nem lehet jó, mert ezzel az értéklendel ennél az asztalnál nem játszhatsz. És ez zajlik folyamatosan, és a magnépe nem képes visszazuhanni arra szintre, ahol jelenleg az Európai Unió van. Az Európai Unió pedig nem képes felemelkedni egyelőre arra a szintre, ahol a magnépe tart. És ez az összes konfliktusnak az igazán alapvető ö, oka. Nézzük csak meg, hogy mi történik ételszenteléskor, húsvétkor, Csíkszeredában felsorakoznak az emberek teljes tökéletes fegyelemben, és rendben. És megünneplik a feltámadást. Tehát ez nem egy nyúl ünnep. És ez a kép, ez bejárja az egész világot. Óriási veszély. Miért olyan nagy ez a veszély? Nem vagyunk hajlandók nem mondani a nyelvünkről, a hagyományainkról, és tartjuk a kapcsolatot a magon keresztül a teremtővel és másokban is ott van ugyanez a mag, és talán felébrednek, és talán rájönnek, hogy nekik is abba az irányba kellene elmozdulni, és akkor ez az egész háttérhatalmi elképzelés romba dörhet. És ezért kell Magyarországot lehetőleg mindenütt úgy beállítani, mint fekete bárányt, hogy az összkép, az általános összkép negatív legyen, és mégis, mégis felébred egyik másik ember. Itt van például az a Skót kiállás Magyarország mellett. Ez 2013 áprilisi újságban jelent meg a Scotland on Sunday. Tehát a Skót Lap vasárnapi kiadásában Gerard Warner ismert skót publicista állt ki Magyarország mellett. Az írásban ez is olvasható. Az EU most totális vérbosszút indított Magyarország nem mint állítja a kormányzó Fidesz politikai pártja ellen, hanem a magyar nemzet annak szabadsága és értékei ellen. Azért, mert azok az értékek összeegyeztethetetlenek a brüsszeli terjeszkedő diktatúra ambícióival. A magyarok olyan csatát vívnak, amelytől a brit kormány ózkodott, de amelyet a brit nép nagyobb része most meg akar vívni és abban győzni kíván. Az alaptörvényről így ír. Ez az irat kivételes manapság kulturális és morális integritásában. Ragyogóan megfogalmazott börki terminológiával nyilvánítja ki, hogy az szerződés a magyar múlt, jelen és jövő között, ami egy olyan sarkalatos fontosságú dimenzió, amelyet kihagytak a francia forradalom után született alkotmányokból. Elismeri a kereszténység szerepét a nemzeti lét megőrzésében, és kifejezi, hogy a család és a nemzet alkotja együttes létezésünk elvi kereteit. Emellett az emberi életet a fogamzástól kezdve védi, és a házasságot egy férfi és egy nő között határozza meg. Nem véletlen, hogy Brüsszelben a Jakobinusok gyűlésében a Robespierrek gyűlöletet okádnak. Ha egy ilyen okmány fennmaradhat, akkor a magyar nemzet is, és mellette a többi európai nemzet. A kereszténység, a család és a nemzet éppen az a szent háromság, amelyet az Európai Unió el akar pusztítani. Magyarország csatát vív. Szégyen, hogy nem az oldalán harcolunk. És ezért vagyunk mi, mondhatnám azt, hogy a legveszélyesebb országa az egész Európai Uniónak, és általában úgy az egész földgolyónak. És mindent el kell követni azért, hogy ez az ország ne tudjon ismét nemzetté válni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a konfliktus fennáll, ez létezik, de ez a konfliktus nem gazdasági és nem politikai, hanem értékrendbeli. Tehát egy anyagi értékrend kerül szembe egy magasabb rendű spirituális értékrenddel, akár tisztában vagyunk vele, akár nem. Ha megnézzük, hogy hogy reagálnak az emberek és a népek arra, hogy, hogy megszorítások és rosszabb gazdasági helyzet következik be, tehát a görögöknél azt látjuk, hogy ugye szétverték egy párszor a saját fővárosukat, és kimentek tüntetni a kormány ellen. Spanyoloknál nagyjából ugyanaz a helyzet van, amikor békésebben végződik, van, amikor elég durva csetepatéba fordul. Hova helyezkedik a magnépe akkor, amikor romlik a helyzet? A maga spirituális értékrendjével, ösztönösen. Hát nem valami ellen megy ki, hanem valami ért. Pont a másik vége. Ki megy egy békemenetre. Nem törj össze a várost. Egyetlen kirakat nem törik be, egyetlen kuka fel nem borul, egyetlen otthagyott autó meg nem karcolódik, és 400 ezer ember úgy vonul végig a hősök terétől az országházáig, hogy nincs szükség egyetlen rendőri intézkedésre se. Felfogjuk-e, hogy ez a jelenség a csoda kategóriájába tartozik? Tehát nem valami ellen, hanem valamiért. Nem a konfliktust viszem ki az utcára, hanem a békét. És azt mondják sokan, hogy persze politikai kurzus függő. Tényleg? 56-ban milyen politikai kurzus volt? És az emberek oda mentek mosolyogva, hogy szeretnénk egy jobb világot. Egy szabadabbat. 48-ban milyen politikai kurzus volt? Nem az történt, hogy vettük a fegyvert és neki mentünk az osztráknak, hanem az volt, hogy mit kíván a magyar nemzet. Van itt egy lista, kérem szépen, szeretnénk egy, egy tisztességesebb világot építeni. Hát ez jön elő a szívünkből, ez van bennünk, akár felfogjuk, akár nem. Nézzük meg a változás jeleit. Pénzvilágában, gyógyászatban, építészetben, oktatásban. Mert megvannak már a jelek. Pénzvilágában megjelentek és jelennek meg a helyi pénzek. Miért vagyok én hajlandó helyi pénzt adni? Hát szolgáltatásért, termékért, gyógyításért, oktatásért, szórakoztatásért. Tehát valami, valamiért, amivel valaki hozzájárul a közös jóhoz. Miért kapok helyi pénzt? Hát ugyanazért. Anyagi javakért, szolgáltatásért. Ebben a pillanatban, amikor helyi pénz működik, ki van csukva az összes ö, értékelvonó a játékból. Tehát aki itt kiflihez és tejhez akar jutni, annak valami dolgoznia kell a közös jónak az érdekében. Addig működik jól a helyi pénz, amíg nem kamatos. Változások vannak a gyógyításban, erre sajnos részleteiben nem tudok kitérni, akár egy külön előadást is megérne, de itt egyre több orvos veszi észre, hogy ez az anyagi szemlélet teljes kudarc, és az ember sokkal több, mint fizikai test. És ennek értelmében elvégeztünk egy kísérletet daganatos betegekkel, akiknek sikerült utat mutatni, és megváltoztatták a gondolati programot, az érzelmi hozzáállást, a kutatási eredmény megjelent a 2012-es Magyar Onkológiában. 34 meldaganatos nő esetében 5 évvel a diagnózis után 100%-os volt a túlélés, és csak egy valakinél jelentkezett áttét. Az országos átlag 80% túlélés, és a túlélők között 16% áttét. Tehát pusztán azzal, hogy kiegészítettük a hagyományos orvosi kezelést egy gondolati érzelmi programmal és egy jó világképpel, 100% lett az életben maradás, és köszönjük szépen, ragyognak és jól vannak. Változások vannak az építkezésben, megint csak magyar találmány, hogyha a Földnek a kérgét nézzük, az 40 km vastag átlagosan és láva rétegen úszik, szárazföld-víz egyensúlyban van az egész forog körül. De! ha megbontjuk ezt az egyensúlyt, és kiszedjük azt a temérdek olajat, azt a rengeteg szenet, és kivágjuk azt a rengeteg erdőt, és elégetjük, nyilván felbomlik ez az egyensúly, akkor a földkéreg a láva rétegen elkezd helyezkedni, mert a forgás miatt nem tehet mást, mint a ruha centrifugába elhelyezkedik. Nyilván ezért is van az, talán aki nyomon követi, tudja, hogy a Kárpát-medencében is volt az idén már 30-40 földrengés, igaz, hogy kisebbek, de volt egy egy kicsit nagyobb bacska is. Mit mond a magyar rész? Azt mondja, hát csináljunk olyan házat, ami kibírja a földrengést. Azon kívül még gazdaságos is. Tehát építünk egy vasbeton lemezt, és arra egy acél szerkezetet, az egész olyan lesz, mint egy doboz. Ha jön a földrengés, a doboz legfelne aláé csúszik, nem történik vele semmi. Azután csináljuk meg azt, hogy, hogy energetikailag is legyen nagyon jó. Polisztirol beton lemez teszünk kívül, polisztirol betont belül, ugye az alkotja magát a zsalut, és a viszintes gerendáknak a lyukain keresztül ugyanezt az anyagot híg megkevert állapotba betöltjük a kettő közé. Ez ott megköt, összeköti a külsőt a belsővel, az egész fal homogén szerkezetű lesz és lélegzik. Nem olyan jól, mint egy tégla, de lélegzik. Nem kell becsomagolni műanyagba, köszönni szépen, jól van. Az energiaellátása körülbelül 25%-a egy normális vagy hétköznapi ház energiaellátásának, tűzbiztonsági szempontból pedig gyakorlatilag elégedhetetlen, tehát 6 órai tomboló tűz után kezd károsodni a tartószerkezet. Hát hogyha 6 óráig nem jöttek ki a tűzoltók után, meg már úgyis minek. Úgyhogy megvan Antal Istvánnak a szabadalma, és röszkén felépítették a gyártósort, most van a próbagyártás, érdemes ebbe az irányba gondolkodni. Változások vannak az oktatásban, mert Magyarországon 2013. szeptemberétől az iskolákban kötelező lesz a relaxáció, és szabadon választható a meditáció. Na most ez mit jelent a gyakorlatban? Elég ennek a sok gyermeknek néhány olyan alkalom, amikor el tudnak csendesedni, és abban a pillanatban előjönnek majd a reinkarnációs emlékek. Ezekről ők beszélni fognak. Egymás között beszélni fognak a tanárokkal, beszélni fognak a szülőkkel. Tehát pusztán ez, hogy bevezetik a relaxációt és a meditációt, olyan tudatszint emelkedést jelent az egész országnak az életében, hogy azt jóformán felfogni sem tudjuk. Nyilván vannak veszélyei, jó lenne, hogy azok, akik ezt bevezetik, többet tudnának a meditációról, de mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés. Úgyhogy mindezt sikerült összefogni az elkezdődött című könyvben, amihez szintén tartozik egy CD. A CD az egyrészt a belső konfliktusoknak az elsimításában segít, másrészt segít abban, hogy meg tudjunk bocsájtani azoknak, akikkel konfliktusban vagyunk, segít az energiaközpontokat elzáró akadályoknak az elhárításában, és van rajta még valami, amit úgy hívnak, hogy látomás ima. Tehát segít megteremteni egy olyan világot, amilyenben valójában élni szeretnénk. Tehát ne felejtsük el, hogy a magyar egy olyan nép, akit aranykori népnek lehet nevezni. A legutóbb aranykor Atlantis idejében volt, béke van, harmónia van, bőség van, egészség van, mindenki tudja, hogy mi a dolga. És azt teszi, anélkül, hogy különösebb magyarázatra szorulna, tehát abban az időben nem volt pénz. Aki mezőgazdasággal szeretett foglalkozni, az megtermelte a maga zöldségét, gyümölcsét, és a felesleget kivitte és kitette a piacra, az asztalra is. Akinek szüksége volt, az jött és elvette, és hazavitte, és nem halmozott fel semmit, mert holnap ott volt a friss. Tehát így tud működni egy aranykorszak egy aranykorszakban az emberiség, tehát egy, egy, békés, harmonikus állapotban, és mi tulajdonképpen ilyen korszakban érezzük jól magunkat. De vannak más korszakok, van, amikor ugye a harc, a háború, a hősiesség, az a fontos. Vannak népek, akik abban érzik jól magukat. Vannak korszakok, ahol a kereskedelem a fontos. Vannak, akik abban érzik jól magukat. Mi aranykori gondolkodásúak vagyunk, tehát nem tudunk sikeresek lenni egy olyan közegben, ami hát jelenleg is körülöttünk fennáll, de a következő korszak, a vízöntő korszak lehetőséget ad egy új aranykorszaknak a felépítésére. Ezt viszont nem adják ingyen, ezt fel kell építeni. Tehát először saját magunkban belül. És azután példát mutatni a körülöttünk és velünk élő népeknek és nemzeteknek, és úgy látszik, hogy ez már elkezdődött a folyamat, bár mindent megtesznek azért, hogy a magyar nép ne tudjon megint nemzetté válni. Az országot már feldarabolták különböző külföldi támogatókkal, rengeteg politikai pártot segítenek, éppen csak azért, hogy minél inkább darabokra legyen osztva ez az egész, és mégis megvan a magnépének ez a rejtett tulajdonsága, amitől rettegnek valósággal, hogy adott körülmények között, főleg akkor, amikor egy kicsi nehézség van, képes összeállni az egész ország nemzetté. Ez a képesség az, ami mondjam azt, hogy biztatást ad a jövőre nézve. Úgyhogy kívánok ehhez a kalandos úthoz kitartást, jó munkát, jó kedvet, jó pozitív gondolatokat, pozitív érzelmeket, mert azok teremtik a valóságunkat. Nagyon szépen köszönöm a tőle.